Köszöntöm a képviselőtestületi ülésen megjelenteket, valamint a kábeltelevízió nézőit. Megállapítom, hogy a hétfő képviselőből hétfő jelen van, az ülés határozat képes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem dr. Csetényi Tünde képviselőasszonyt, hogy vállalja el ezt a megtisztelő feladatot, nyilatkozzon, hogy elvállja. Aki egyetért ezzel, azt kérem, szavazza meg. Köszönöm, egyhangulag elfogadtuk ki jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Csetényi Tünde képviselőasszonyt. Javaslom, hogy az ülést megelőzően kiosztott, módosított meghívóba szereplő napirendet tárgyalja meg a képviselőtestület. Van-e egyéb napirendi pont javaslata a képviselőknek? Megállapítom, hogy nincs. Akkor felolvasnám a napirendi pontokat. Első napirendi pontként a védőnői szolgálat beszámolóját hallgatjuk meg a tevékenységükről. Második napirendi pontként Herendváros önkormányzata, mint vízközműrendszer ellátásáért felelős gördülő fejlesztési terv összeállítási kötelezettsége, az önkormányzati tulajdonú vízközmű vagyon vagyonértékelésével kapcsolatos döntéshozatal lesz a harmadik napirendi pont. Negyedik napirendi pont az Észak-Balatoni térség regionális települési szilárd hulladékkezelési önkormányzati társulás 2014 évi tevékenységéről szóló tájékoztató. Ötödik napi rendi pont Herendváros önkormányzat 2014 évi költségvetésének módosítása. Hatos napi rendi pont tájékoztató a 2015 évi kulturális rendezvénytervről. Hetedik napi rendi pont Herendváros önkormányzata a szervezet és működési szabályzatának felülvizsgálata. Nyolcadik napi rendi pont Herendi polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása. Kilences napi rendi pont a Herendi polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata. Tizedik napi rendi pont a települési támogatás és önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása. 11-es napi rendi pont a Herendi Művelődési Ház könyvtár igazgatói munkakörére kért pályázati kiírás módosítása. 12. napi rendi pont javaslat 2015 évi igazgatási szünet elrendelésére, és 13-as napi rendi pont tanyagondnoki szolgált szakmai programja, tanyagondnoki álláspályázat. Aki egyetért a napirendi pontokkal, azt kérem készen tartásra jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta a napirendi pontokat. Napirendi pontok előtt szeretnék beszámolni két dologgal kapcsolatosan. Az egyik az, hogy itt a költöztetés, a pénzügyi költöztetés során előkerült egy bizonyságlevél, egy díszes bizonyságlevél, ami eddig ugye nem volt ismeretes előttünk. Ez röviden arról szól, hogy a magyar kormány döntést hozott, amely értelmében Herendet 258.746.000 forint adósságtól maradéktalanul kiváltotta. Tehát ezt én úgy gondolom, hogy ennek a díszes tanúsítványnak a falon kint lenne a helye, nem pedig egy szekrény mélyen eldugva. Tehát Orbán Viktor aláírásával, tehát ezt meg fogjuk tenni, pótolni fogjuk. Ez lett volna az egyik. A másik. Örömmel tájékoztatom Herendváros lakosságát, hogy a kormány 1078/2015 második 25 kormányhatározata a Herendvárosát érintő közlekedési feltételeinek javításához kapcsolódó intézkedésekről. A kormány
egyetért a Herenden áthaladó országos közüthálózathoz tartozó közutak felújításával kapcsolatos dolgokról, felhívja a Nemzeti Fejlesztési Minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a beruházás megvalósítása érdekében. Felelős a Nemzetfejlesztési Miniszter, határidő 2015. december 31. Harmadik pont, felhívja a Nemzetgazdasági Minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a beruházás megvalósításához és pénzügyi tranzakciós illeték megfizetéséhez szükséges bruttó 511,6 millió forint a Magyarország 2015 évi központi költségvetéséről szóló törvény első mellékleteként 17. Nemzetfejlesztési Költségvetésről Minisztérium fejezetében rendelkezésre álljon. Felelős a Nemzetgazdasági Miniszter, határidő azonnal, és Orbán Viktor miniszterelnök írta alá. Tehát nem tudom, ezzel kapcsolatosan azért úgy gondolom, hogy ha csak ennyit tudunk tenni az 5 év alatt képviselőtársaimmal, akkor már megérte, hogy bennünket választottak. Boldogság. Akkor térjünk rá a napirendi pontokra. Első napirendi pont a védőnői szolgált beszámolója a tevékenységéről. Megkérném a védőnöket, hogy... Tevékenységünkről röviden annyit szeretnénk mondani, hogy a jogszabályok által elő... Tessék helyet foglalni, tehát odahúzni a széket az asztalhoz. És... Tehát jogszabályok által előírt tevékenységet látunk el. Itt Herenden társulásban Szent Gál község önkormányzatával 2001. január 1-től, így most 3 védőnő látja el összesen a 2 települést. Vérné Werner Judit Herend belterületét, Antalné Farkas Beatrix Szent Gál belterületét, mindegyik védőnő ellátja a területhez tartozó óvodát, én pedig Horváth Gyöngyi vagyok, és a külterületeket látom el, és a 2 általános iskolát. A tanácsadónk itt Herenden, hát aki volt ott, látja, hogy a többi közintézményhez képest egy kicsit le... az évek során egy kicsit le elhasználódott, és ehhez kértük az önkormányzatnak a segítségét, mind a technikai fejlesztésben, mind pedig a tanácsadó helységnek a bútorzatát szeretnénk korszerűsíteni. És így úgy, mi úgy tudtuk, hogy ezért vagyunk meghívva most erre a testületi ülésre. Azt már tudjuk, hogy maradhatunk a régi tanácsadó helységbe. Vannak már konkrét elképzeléseink, hogy mit szeretnénk, és várjuk most az asztalost, hogy a konkrét méreteket le tudja venni. Hát az iratok ilyen az irataink megvannak. A 2 kartonzó szekrény, mi úgy gondoltuk, hogy a váróban, ha lenne egy nagy beépített szekrény, oda a 2 kartonzó szekrényt a beépített szekrénybe be lehetne építeni, mivel 50 évig kell tárolni ezeket az iratokat, és ott ez zárható helyen az adatvédelmi törvénynek megfelelően lenne tárolva. Tehát gyakorlatilag rendben megtörtént a tevékenységnek akadálya az elmúlt évben, szakmailag nem volt, tehát ezzel kapcsolatosan néhány napon vezeti kolléganő a dokumentációt. Ez a közeljövőben valószínűleg, hogy változásra kerül sor, mivel egy támopos pályázat kapcsán a védőnői szolgálat munkája is, és az adminisztráció is meg fog újulni, és hát teljes mértékben számítógépet fog igénybe venni az adminisztráció, tehát ez a papír alapú dokumentáció, ez most már kiváltódik majd, és ezért kérte a laptopot a kolléganő, hogy ezen tudjon majd dolgozni. Új szolgáltatás a hölgyek irányába, azt ezt jelentsük még. A védőnői ményakszülés, jelenleg most Herenden is már 2 éve lehetőségük van a hölgyeknek. Igaz, hogy nem Herenden, hanem Szent Gálra átjöve lehetőségük van a védőnői ményakszülés igénybevételére. 25 és 65 év között a hölgyek meghívó levelet kapnak, ami alapján igénybe tudják venni ezt a szolgáltatást, ami térítésmentes, és így kiszűrhető egy olyan betegség,
ami egy néma kor, tehát ha panaszt okoz, akkor nagy baj van, és megelőzhető egy egyszerű pár perces vizsgálattal. És azt szeretnénk, hogyha ez itt Herenden a tanácsadóba is elérhetővé válna a hölgyeknek, helyileg a védőnői tanácsadóban, tehát nem kellene átjönni Szentgárra és ott utazással ezt igénybe venni, hanem itt megoldható lenne. Megkaptuk a támopos pályázat keretén belül erre a nőgyógyászati vizsgálóágyat, megkaptuk a kenetvételhez az eszközöket, viszont a tanácsadó helységünk olyan pici, hogy ezért szeretnénk átrendezni, hogy elférjünk benne. Tehát jelenleg most nem tudjuk ezt még itt elkezdeni. Tehát az önkormányzatot ehhez a segítséget meg fogja adni, úgyhogy működni tudjon rendesen ez a szolgáltatás itt a tanácsadóba. Valakinek kérdése van a védőnök felé, a testületből? Amennyiben nincs, kérem a testületet, hogy fogadja el a beszámolót. Amennyiben elfogadják, kérem készfenntartásra jelezi. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangúan elfogadta a védőnői beszámolókat. Amennyiben kedvük van maradni a testületi ülésen, akkor maradjanak, ha a dolguk van, akkor... Köszönjük akkor... szépen a Akkor rátérünk a második napi rendi pontra. A vízközmű rendszer ellátásaért felelős gördülő fejlesztési terv összeállítási kötelezettsége a napi rendi pont. Tisztelt képviselőtestület, a vízközmű szolgáltatásáról szóló 2011 évi 209-es törvény 11-es paragrafus második bekezdése az önkormányzatoknak, mint a vízközmű rendszer ellátása felelőseinek a vízközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsítása érdekében üzemeltetett vízközművekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv elkészítését írja elő. A Bakony-Karszt Víz- és Csatornamű ZRT, mint üzemeltető, az előterjesztés mellékletét képező gördülőfejlesztési terv összeállítási kötelezettséggel kapcsolatos tájékoztatólevelet levéllel kereste meg a Herendváros önkormányzatát, az önkormányzatunk 36. sorszámú Herend ivóvízellátó vízközműrendszer és az 54 sorszámú Herend szennyvíz elvezető és tisztító közműrendszer ellátásáért felelősnek minősül. A Bakonyka ZRT ajánlatának a lényege, hogy segítséget nyújt az önkormányzati kötelezettség teljesítéséhez, és meghatalmazás alapján 2016-30-as évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet elkészíti. Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a Bakonyka ajánlatát fontolja meg, és az alábbi tartalmú határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni. Mielőtt felolvasnám a határozati javaslatot, akkor van-e kérdése valakinek ezzel kapcsolatosan? Tehát gyakorlatilag 2011 óta tulajdonosai vagyunk, visszaadták nekünk a település vízközmű rendszerét a 16 és 30 közötti fejlesztésekkel kapcsolatosan van szó, hogy ezt kellene megtervezni. Erre vállalkozott a Bakonykarszt, és hát akkor felolvasnám a határozati javaslatot. Herendváros önkormányzat képviselőtestülete egy kódszám van, ami ezzel rendelkezünk, a 36 sorszámú Herend ivóvízellátó vízközműrendszer ellátásáért. Ezt megtárgyalta a 2016-30 évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv készítésére vonatkozó napirendi pontot, a vízközmű szolgáltatásról szóló 2000,
11 évi 290-es törvény 11-es paragrafus második bekezdése szerinti gördülő fejlesztési terve kapcsolatos kötelezettségének végrehajtása érdekében a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a Bakonykarszt víz és csatornamű zárt körűen működő részvénytársaságot a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a Bakonykarszt ZRT a vonatkozó terveket készítse el, és a kormányrendelet által megállapított véleményezés átvételét követően 2016-2030 évekre vonatkozó gördülőfejlesztési tervet a Magyar Energetikai Közműszabályozás Hivatalhoz nyújtsa be, és jóváhagyásra irányuló eljárásba képviselje az önkormányzatot. Felelős a polgármester, határidő azonnal. Aki ezzel egyetért, az kérem készfenntartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangúan elfogadta. Akkor gyakorlatilag még egy határozati javaslatot kell hozni, amely gyakorlatilag ugyanezt tartalmazza a szennyvízrendszerrel kapcsolatosan is. Aki ezzel egyetért, az kérem készfenntartással jelezze. Tehát akkor megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta ezt a napirendi pontot. A harmadik napirendi pont önkormányzati tulajdonú vízi közmű vagyonértékeléssel kapcsolatos döntés meghozatala. Tehát gyakorlatilag 2013-ban visszakaptuk ugye a vízközműveinket, és fel kell, hogy törvény szerint fel kell, hogy értékeljük ennek az értékét gyakorlatilag. És a Bakonykarszt ZRT vállalta azt, hogy az összes tulajdonos, tehát önkormányzati tulajdonokban vannak gyakorlatilag a területén nagy részt a vízi közművek, és összefogva az összes tulajdonost egységesen megrendelné ezt a vagyonértékelést, így gyakorlatilag jó járna az önkormányzat, jó járna azért, mert a vagyonértékelő cégek áfásan dolgoznak, az önkormányzatunknak áfa visszaigénylési lehetősége nincsen. Így ha a Bakonykarszt, aki vissza tudja igényelni az áfát, ő végeztetné el, nagyba mi megrendelést tudna az összessel kapcsolatosan benyújtani a szolgáltatást végzők felé, így áralkú arányban is jobb pozíciót tud kialkudni, illetve hát az áfát ő vissza tudja igényelni, úgyhogy gyakorlatilag gazdasági érdekünk, hogy ehhez hozzájáruljunk, és engedjük a Bakonykarszt ZRT-nek, hogy ő végezze ezt a feladatot helyettünk. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek? Akkor felolvastam a határozati javaslatot, ami gyakorlatilag az előzőekhez hasonlatosan arról szól, hogy a vízközművünk ivóvízrendszerét felértékeltessük a Bakonykarszt által. Aki ezzel egyetért, az kérem készfenntartással jelezze. Aki a szennyvízzel kapcsolatos vagyonértékeléssel egyetért, akkor megállapítja a képviselőtestet egyhangon, elfogadja azt, hogy a Bakonykarszt ZRT végeztesse el a vízközmű vagyonunk vagyonértékelését, illetve a szennyvíz hálózatunk vagyonértékelését. Észak-Balatoni térség regionális települési szilárd hulladékkezelési önkormányzati társulás 2011 évi
tevékenységről szóló tájékoztató. Tehát megállapítom azt, hogy az Észak-Balatoni térség regionális település szilárdhulladék kezelési önkormányzati társulás a társulási megállapodásba rögzített 2014 évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének eleget tett. Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy ezt a beszámolót fogadja el. Mindenki olvashatta, aki ezt elfogadja, azt kérem készfenntartással jelezze. Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a képviselőtestület a beszámolót. Herendváros önkormányzati 2014 évi költségvetésének módosítása. Megkérném a Katit, hogy ezt a napirendi pontot ismertesse. Az államháztartásról szóló törvény értelmében a képviselőtestület az első negyedév kivételével negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatálya a módosítja a költségvetési rendeletét. Herendváros önkormányzat költségvetési rendeletének módosítására 2014 évben két alkalommal került sor. Főszabály szerint a kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthető. Ennek értelmében is arra a rendelkezésekre hatással, hogy az előirányzat módosításokra a polgármester, a bizottság, illetve az intézményvezetők bizonyos hatáskörrel rendelkeznek. A módosításokat pedig az aktuális rendeletmódosítások során át kell vezetni. A 2014 évi költségvetésről szóló 3/2014 március 10-i önkormányzati rendeletet javasolja a polgármester úr módosítani az alábbiak szerint. A költségvetési főösszeget 39.117.000 forinttal, összesen 575.589.000 forintra javasoljuk módosítani. A kiadási előirányzatokat a bevételi előirányzat növekedéssel párhuzamosan, illetve az előirányzatok átcsoportosításának eredményeként főösszegben szintén 5.589.000 forintra javasoljuk módosítani. A rendelettervezetet az előterjesztés tartalmazta. Olvasom a rendelettervezet szövegét is, polgármester? Igen, hogyha. Tehát Herendváros önkormányzata 2014 évi költségvetéséről szóló 3/2014 március 10-i önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A rendelet 3. paragrafus bekezdése helyével következik. A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014 évi költségvetésének bevételi főösszegét 577.589.000 forintban, ebből a költségvetési bevételek előirányzatát 469.966.000 forintban, a finanszírozási bevételek előirányzatát 105.623.000 forintban, amelyből az előző évi pénzmaradvány 100.000.000 forint, kiadási főösszegét 575.589.000 forintban, ebből a költségvetési kiadások előirányzatát 569.966.000 forintban, melyből a tartalék összeget 90.677.000, finanszírozási kiadások előirányzatát 563.000 forintban állapítja meg. Az intézményfinanszírozás bevételi és kiadási előirányzatok 212.285.000 forint. A rendelet 3-as, 4-es bekezdése helyével következő rendelkezés lép. A képviselőtestület a költségvetés működési bevételi főösszegét 535.018.000 forintban, és a működési kiadások főösszegét ugyanebben a 435.018.000 forintban állapítja meg. A képviselőtestület a költségvetés felhalmozási bevételi főösszegét 140.571.000 forintban,
és a felhalmozási kiadási főösszegét ugyanebben az összegben 141.771.000 forintban állapítani. A költség 2014 évi költségvetésben 2.236.000 forint általános működési és 88.445.000 forint összegű felhalmozási céltartalékot állapít meg. Ez a főösszegek, illetve a működési és felhalmozási bevételek és kiadások összegei változtak. A költségvetési rendelet meghatározott mellékletei ezeknek az összegeknek megfelelően módosulnak és épülnek be a költségvetési rendeletben. A rendelet a küldetés követő napon lép hatályba. Van egy kérdés ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja és megalkotja a rendet, azt kérem készfenntartásra. Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a képviselőtestület és a módosítást. Következő napirendi pontunk tájékoztató a 2015 évi kulturális rendezvénytervről. Tehát a kulturális szervezetek közreműködésével összeállításra került Erendváros 2015 évi kulturális rendezvényterve. A rendezvénytervben szerepelnek az önkormányzat által szervezett állami és nemzeti ünnepek, városi rendezvények, valamint az önkormányzat intézményei, porcelán manufaktúra, illetve a civil szervezetek által 2015-ös évi programok és rendezvények. A városi rendezvények megszervezésébe számítunk non-profit szervezetek, önkormányzati intézmények közreműködésére, segítségére. A városi rendezvények vonatkozásában pályázati forrásokat keresünk, a programok színesítésére, előadó művészek meghívására kerül sor, illetve fesztivál szervezésre. A rendezvénytervet megküldjük az önkormányzat intézményeinek is, az iskolánk, illetve a civil szervezetek, valamint közé tesszük a város honlapján is. Az évközi változásokat majd módosítjuk, átvezetjük a rendezvényterven, folyamatosan frissítjük a honlapot is. A Humánügyek Bizottsága, Herendváros Önkormányzat 2015 évi kulturális rendezvénytervét 2015. február 24-i ülésén átruházott hatáskörbe jóvá hagyta. Kérem a képviselőtestületet, hogy az önkormányzat 2015 évi rendezvénytervének elfogadásáról szóló beszámolót szíveskedjen tudomásul venni. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? Milyen programok? Gyuri, itt a gépen a programokat. Kézben is megvan. Tehát én végül is azokat a programokat emelném ki, ami jövőben kerülne sor, mert ez részben ugye februári időszakra is vonatkozik. Március 13-án lesz Kipling dzsungelkönyve, aminek a helyszíne a Művelődési Ház és Könyvtár, és a következő rendezvény március 15, hol áldozat nincs, nincs szabadság. Egy alapítványnak lesz a programja a Hősök Parkjában és a Művelődési Ház és Könyvtárban. Március 22-én a Víz Világnapja, Tiszta Víz Túra, Herend környéke a Hajagi Civil Közösségnek a szervezésében lesz. Március 27-én kézműves kiállítás, megnyitó Tamás Ákos, beszélgetés a fenntartható közösségről.
helyszín művelődési ház és könyvtár, Helendváros önkormányzata szervező. Március 28 kézműves és kistermelői vásár gyermekeknek kézműves program, helyszín művelődési ház és könyvtár, Helendváros önkormányzata szervező. Március 30-tól április 3-ig helyi kézművesek kiállítása, helyszín művelődési ház és könyvtár, szervező Helendváros önkormányzata. Április 10-e költészet napja, Dávid Roland zenés műsora, helyszín művelődési ház és könyvtár, szervező művelődési ház és könyvtár. Április 13, Ízőrzők címmel tévéfelvétel lesz a művelődési ház és könyvtárban. Április 22-én a Föld napja rendezvény lesz, faültetéssel, patoktisztítás, szemétszedéssel, területe Herend környéke, a Hojagi Civil Közösség szervezi a programot. Április 23-án bűnmegelőzési előadás lesz a Művelődési Ház és Könyvtárban, a szervezője a Polgárőrség. Május 9-én nemzetiségi nap, svábbá, lakodalmas. Művelődési Ház és Könyvtár, Német Nemzetiségi Önkormányzata szervező. Május 10-e tánc világnapi gála, Művelődési Ház és Könyvtár a helyszín, és a Viktorin Tánc Egyesület a szervező. Május 14 gála, általános iskola. Május 23 városi tornaverseny, általános iskola tornacsarnok a helyszín, szervező a Kenguru Tornaklub. Május 28 tavaszi kórus találkozó, helyszín Művelődési Ház és Könyvtár, szervező női kar, Kaphegyi Lászlóné vezetésével. Május 30 gyermeknap, óvoda a helyszín, szervező az óvoda és bölcsöde. Május 31 Hamupipőke Tihanyi vándorszínpad, gyermeknap, családi futónap, helyszín Művelődési Ház és Könyvtár. Június 5-e pedagógus nap, Művelődési Ház és Könyvtár. Június 20-a múzeumok éjszakája, szervező Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT, helyszín a Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT területei. Június 22-30 nap közistábor, július 1-től 18-ig egy következő nap közistábor, augusztus 2 nemzetközi kutyasó, sportpálya Maróti Béla úrnak a szervezésében, augusztus nemzetközi tábor, régi iskola Herendváros önkormányzata szervezésében, augusztus 20 városi ünnepény, kenyérszentelés, római katolikus templom, Szent Euszták egyházközség, a szervező október 5 idősek világnapja városi rendezvény, helyszín művelődési ház és könyvtár, idősek klubja, október 6 városi ünnepény, művelődési ház és könyvtár szervezésében, október 23 Művelődési Ház és Könyvtár városi ünnepély, november 11 Márton nap, óvodai szervezés, december 8-6 jön a télapó, Művelődési Ház és Könyvtár, december 13 karácsonyi koncert, római katolikus templom, Szent Euszták templomi közösségek, december 20 advent Herend, Művelődési Ház és Könyvtár, végül december 23 mindenki karácsonya, Művelődési Ház és Könyvtár. Ez lenne a tervezett program 2015 évre. Ez annyiban módosult, hogy augusztus 15-én, vagy e körüli időpontban Herenden egy hagyományt szeretnék teremteni, kézműves fesztivál címmel egy hagyományteremtő napot szeretnénk, vagy hétvégét szeretnénk gyakorlatilag okozni itt Herenden. Tehát ugyanúgy, ahogy Vámoson és egyéb településeken vannak fesztiválok, ami a településre jellemző, itt Herenden úgy gondoltuk, hogy kézműves fesztivál néven egy ilyen attrakciót szerveznénk. Szervezik. Szeretnének egy nulladik napot az éjszakán előtt. Tehát gyakorlatilag
gyakorlatilag ahogy módosulni az... fog nyilvánvalóan ez a program főcsapásra. Kevesebb nem lesz, csak több, úgyhogy eddig úgy néz ki. Majd évvégén mondom, hogy több lett. Mondom, eddig úgy néz ki. István stábban az önszervezésre. Ez kötelesség. Tehát a határozati javaslatot ismertetném. Herendváros önkormányzat képviselőtestülete a Humánügyek Bizottsága által átruházott hatáskörben jóváhagyott Herendváros önkormányzat 2015 évi kulturális rendezvényterméről szóló tájékoztatót tudomásul veszek. Felelős a polgármester. Határidő azonnal. Aki ezzel egyetért, ezt kérem. Készfenntartásra. Megállapítom egy hanggal a tudomásul vette a képviselőtestület a kulturális rendezvénytervet ez évben. Hetedik napi rendi pont, Herendváros önkormányzata szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata. Megkérem a jegyző urat, hogy ezzel kapcsolatosan is ismertesse ezt a napi rendi pontot. Tisztelt képviselőtestület, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 189. törvény számos rendelkezése a 2014 évi őszi önkormányzati választások napján lépett hatályba. Ilyen szabályok voltak többek között az összeférhetetlenségre, a méltatlanságra és a vagyonnyilatkozat tételére vonatkozó új előírások. Emellett Herendváros önkormányzata szervezeti működési szabályzatának felülvizsgálatát indokolja, hogy az önkormányzat által ellátott alaptevékenységeket tartalmazó kormányzati funkciókkal jelölt feladatok időközben változtak, és ezeket a változásokat át kellett vezetnie a működési szabályzat mellékletében. 2015. január 1-i hatállyal új önkormányzati intézményként létrejött a Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény, és emiatt az intézmény étkeztetés kormányzati funkciója is kikerül az önkormányzat alaptevékenységét rögzítő mellékletből. Az önkormányzat a szociális alapellátásról az Egyesített Szociális Intézmény útján gondoskodik, ezért az ehhez kapcsolódó kormányzati funkciók is kikerültek a mellékletből. A 2012 évi 93. törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatásköreit, és ezeket a hatásköröket a települési önkormányzat képviselőtestületéhez telepítette. A 8-as számú gyorsforgalmi útépítéshez kapcsolódó gyakorlati tapasztalataink alapján indokoltnak látjuk, hogy a képviselőtestület által a polgármesterre átruházott hatáskörök bővüljenek a közútkezelői feladatokkal, és az önkormányzati tulajdonú ingatlant érintő építkezés esetén a tulajdonosi hozzájárulás megadásának lehetőségével. Ne kelljen akár 2-3 hetet a következő testületülésig várni, hanem a polgármester végül átruházott hatáskörben meg tudja tenni ezeket az intézkedéseket. A Magyarország 2015 évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény módosította a szociális igazgatásról szóló törvényt, és ennek következtében a segélyezési rendszer 2015. március 1. napjától lényegesen átalakul. Az új szabályoknak megfelelően megalkotott települési támogatásra vonatkozó helyi rendeletet hatásköri rendelkezésekkel összhangban az SMS mellékletben kell szerepeltetni, tehát ezt is be kell építeni. A fentiek mellett a racionálisabb testületi működés érdekében módosulnak az ülés összeírásával kapcsolatos egyes szabályok is. Akkor néhány elemet én végül is ebből a szervezeti és működési szabályzatból kiemelnék. Tehát ezek voltak elsősorban a változások, amiről beszéltem. Itt a szervezeti és működési szabályzatban végül is úgy szerepel, hogy hivatalosan a polgármester ugye az ülést, a meghívott közzé teszi a hivatalos honlapon és a polgármesteri hivatal hirdető tábláján. Eddig ugye annyi volt, hogy az ülés összehívására általában az ülés legalább 4 naptári nappal előbb kiadott meghívóval történt. A jövőre nézve az lesz, hogy ülés előtt legalább 3 naptári nappal előbb kiadott, elektronikus levélben közölt írásos meghívóval, a napi renden szereplő téma előterjesztési anyagának megküldésével együtt történik, tehát egy egyszerűsítés van. A
sürgős halasztás nem tűrő ügy tárgyalása esetén az ülés összehívása telefonon is történhet, tehát ez is egy rugalmasabb szabályozás az eddigiekhez képest, és az ülés 3 napon belüli időpontra is összehívható. Az ülés rendjének fenntartása, azt pontosítottuk a jogi előírásoknak megfelelően, hogyha milyen eszközei vannak a polgármesternek, ha valaki a tanácskozás rendjét megsérteni, akkor a képviselőtestület üléséről a hangfelvétel készítési kötelezettség az továbbra is fennmarad. A polgármester vonatkozásában a jogi és ügyrendi bizottságra kerül az egyéb munkáltatói jogoknak a telepítése. Ez annyit jelent, hogy a polgármester úr szabadságra akar menni, akkor nem a testülettől kell szabadságot kérni, hanem átruházott hatáskörbe engedélyezheti a pénzügyi településfejlesztési és ügyrendi bizottság. Akkor az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban változott ugye az a szabályozás, hogy megszűnt a kétfordulós költségvetés készítési kötelezettség. Az első fordulóban kellett eddig a koncepciót kidolgozni, a koncepció készítési előírást azt hatályon kívül helyezték össze, tehát utána végül is egy fordulóban minden további nélkül a költségvetés jóváhagyható. Akkor beszéltünk róla, hogy a mellékletek miként változtak. És itt a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét se ismertetném, mert ez szintén jóváhagyást követően minden közzétételre kerül a honlapra, az új módosult rendeleti szöveget is közzé tesszük. Ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok a szervezet és működési szabályzattal kapcsolatban. Kérdése volt, nem? Megállapítva, nincs kérdés. A pénzügyi bizottság végül is megtárgyalta a szervezet és működési szabályzat módosítását, és a javaslatokkal együtt elfogadásra javasolta a képviselőtestületnek. Akkor rendelet módosítás következik, aki egyetért a rendeletünk, eddigi rendeletünk az elhangzottakkal kiegészített módosításával, azt kérem készfenntartásra jelezze. Megállapítvány a képviselőtestület egyhangban elfogadta a rendelet módosítást. Következő napi rendi pont. Rendi polgármesteri hivatal alapítókiratának módosítása. Edző úr, ez is jogi kérdés. Igen, a Herendi polgármesteri hivatal alapítókiratának módosítása. Az alapítókirat római 5. pontjában a költségvetési szervek alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása 0-133-20 köztemető fenntartás működtetés 0-660-20 város közösséggazdálkodás egyéb szolgáltatások, azok az alapítókiratba kiesnek, mivel ezek a feladatok a városüzemeltetési közszolgáltató intézményhez kerülnek át. Tehát az alapítókirat a polgármesteri hivatalnak ezekkel a tételekkel változna. A tervezet az képviselőtestület tagjainak kiadásra került. Végülis más változás az alapítókiratban nincs. Miután az alapítókiratot a képviselőtestület jóváhagyja, ez az alapítókirat lesz az egyes számú melléklete a polgármesteri hivatal szervezet és működési szabályzatának, és ennek az alapítókiratnak az okirat számát kell majd szerepeltetni a szervezet és működési szabályzatban is. Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy az alapítókirat módosítást szíveskedjék jóváhagyni. Amennyiben kérdés nincs a témával kapcsolatosan. Láthatóan nincs kérdés, akkor az alapítókiratot fogadjuk el. Megállapítom, hogy a képviselőtestület Tünde. Jó, akkor egyhangulag elfogadta. A következő napirendi pont a Herendi polgármesteri hivatal szervezet és működési szabályzatának felülvizsgálata. Ismét jegyző úr
tisztelt képviselőtestület, a szervezet és működési szabályzatot az időközben bekövetkezett jogszabályi változásoknak és fenntartói döntéseknek megfelelően felülvizsgáltuk és módosítottuk. A lényegesebb változások a polgármesteri hivatalból 2015. január 1-ével kiszervezésre kerültek a városüzemeltetési feladatok a Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézményhez. Ezzel a hivatalon belül a városüzemeltetési csoport, városgondnokság megszűnt. A szabályzatban a hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok aktualizálásra kerültek, tehát minden olyan jogszabályjelölést, ami már megváltozott, azt korrigálnunk kellett. A hivatalhoz rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek között felsorolásra kerül a Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény. A hivatal belső szervezeti egységei a pénzügyi és humánpolitikai iroda, valamint az önkormányzati és lakosságszolgálati iroda feladatkörébe tartozó feladatokat módosítottuk, illetve kiegészítettük a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével. A szervezeti és működési szabályzat egyes mellékletét képező alapító okirata megváltozott kormányzati funkcióknak megfelelően módosításra került, és a hivatal szervezeti változása is az ábrán a kettes mellékletbe átvezetésre került. A hivatal pénzügyi gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköré tartalmazó ötödik mellékletét ugyancsak a 2015. január 1-től kialakult gyakorlatnak megfelelően aktualizáltuk. Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező módosítást tárgyalja meg, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegű szabályzatot hagyja jóvá. Kérdés van ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátanám a kérdést. Aki egyetért az itt elhangzottak, az kérem készfenntartással jelezze, megállapítom, hogy egy hanggal elfogadta a képviselőtestület a határozati javaslatot. Egy perc szünetet kérnék szépen. Folytatjuk a 10-es napi rendi ponttal. A települési támogatás és önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása. Én megkérném Princes Györgyi vezető tanácsos asszonyt, aki ezzel a témakörrel foglalkozik az önkormányzatunknál, hogy ismertesse a napi rendi pontot. Köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtestület, mint ahogy már többször említettük, a Magyarország 2015 évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény módosított a szociális törvényt. A segélyezési rendszer 2015. március 1 napjától lényegesen átalakul. A szociális törvényből kivezetésre kerül a méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás és a lakásfenntartási támogatás. Ezek az ellátások önkormányzati segélyezésbe épülnek be, de március 1-től az önkormányzati segélyt felváltja a települési támogatás. A szociális törvény előírta, hogy a települési önkormányzatoknak az új ellátásokról 2015. február 28-áig rendeletet kell alkotnia. Ajánlásokat adott a települési támogatásként nyújtható ellátásokra, mint például lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a hozzátartozó ápolását, gondozását végző személyek részére, gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtható ilyen támogatás. Az önkormányzatnak elég nagy szabadságot adtak a szabályozásba, de azért néhány területen előírták, hogy nagyjából hogy kell szabályozni az új ellátásokat. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére köteles rendkívüli települési támogatást megállapítani az önkormányzat. A régi SZOSZ törvényben lévő szabályozást, illetőleg a rendeletünkben lévő ellátásokat alapul véve elkészítettük az új rendeletet, amiben települési támogatás keretében nyújtott ellátásként szerepel a lakásfenntartási támogatás, a gyógyszertámogatás,
temetési támogatás, illetőleg a rendkívüli települési támogatás. Egyéb szociális ellátás keretében nyújtott támogatásként pedig marad a beiskolázási segély, illetőleg új ellátásként a gyermek étkeztetési kedvezményt szabályoztuk le a rendeletben. A jogosultsági feltételeknél próbáltunk olyan jövedelemhatárokat kitalálni, hogy a rászorult, tehát nagyjából minimálbérből élő családoknak tudjunk segíteni, de még olyan mértékben, hogy a költségvetés ezt elbírja, illetőleg ugye a régi szabályozás szerint a rendkívüli települési támogatás az ugyanúgy maradt, mint az önkormányzati segély most még élő formájában. A Humán Ügyek Bizottsága a február 23-ai ülésén megtárgyalta, és jelenlegi formájában, beterjesztett formájában elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek, azzal, hogy évközben majd meglátjuk a tapasztalatokat, hogy tényleg mennyi kérelem jön be, hogy állunk, és akkor annak függvényében módosítunk, vagy enyhítünk, vagy szigorítunk a jogosultsági feltételeken. Van-e a rendelete alkotással kapcsolatosan kérdése valakinek? Uh-huh. Tessék. A közös képviselő ugyanúgy adhat be igényt egy társasháznál, mint ahogy eddig megtehette? Hát így konkrét formában nem, de lakásfenntartási támogatás az ugyanúgy mehet közüzemi szerződés alapján, tehát közüzemi tartozásokról is. Jó, de hát ha az illetőnek nincsen közüzemi szerződése és a társasházra van rátékázva? Igen, mert azok, hogy mindig a szerződést felmondják a szolgáltató, és akkor így a háznak kell fizetni a vízdíját, vagy a valami más. Nem mondok meg ezt, de hogy is. Hát elvileg az ügyfél, nincs ügyfél döntheti el, hogy mi az a közös képviselő van. Kiadás, ami a létfenntartását legjobban veszélyezteti, és az természetbeni formájában mehet a közüzemi szolgáltatónak, amúgy pénzbeli támogatás is, illetőleg természetbeni támogatás is a lakásfenntartási támogatás, úgy terveztük. Tehát akkor most mi van? Jöhetek holnap után, kitöltethetek egy papírt, és mint közös képviselő ismét benyújthatom az igényt, hogy ne a 80 meg a 84 éves, meg a 78 éves embereknek kelljenek másnak a vizét fizetni, vagy most akkor hogyan kell ezt értenem? Tehát most a katonai meghatalmazottként jár el? Nem, én mint közös képviselő jártam el eddig. Volt egy oldal, amihez, amit a törvény engedett. Igen. A régi, a SZOSZ törvény által szabályozott és a 63/2006-as kormányrendeletben szabályozott formanyomtatványon benyújtott lakásfenntartási támogatásnál volt egy olyan rész, ahol mit a közös képviselő töltött ki, és akkor ugye vagy a közös költségre, vagy ilyen elmaradásra került utalásra a lakásfenntartási támogatás. Ez ilyen formában most a helyi rendeletünkből hiányzik. Tehát csak az ügyféli kérelmező adatlapban. Mivel kevés az idő itt, ugye ezt mindenképpen február 28-ig... Nekünk kevés a pénzünk arra, hogy másnak a vizét fizessük, bocsánat. Ez nekünk fontos. Lehet, hogy itt valakiknek nem fontos, nekünk fontos. Itt idős emberekről beszélünk, meg kis családos emberekről. Ilyen nem a problémát, tehát nem nyilatkozni akarunk rajta, hanem megoldani a problémát. Márciusban a legközelebbi testületi ülésen, mert most mindenképpen... De nekem nem jön a március. Azért nem jön a március, mert a februári víz ki van, át van utalva 3600 forint, és márciusban akkor én nem fogok átutalást kapni. És miért kell én nekem a 70-80 éves, meg a két családos embereknek a pénzéből másnak a vizét fizetni? Azért, mert ővel a vakonk azt megszüntette a szerződést? És ugye ez a törvény van, hogy ilyenkor a társasházra van rátékázva. A Györgyike ezt nagyon jól tudta, azt is nagyon jól tudta, hogy én fogok jönni és fogom mondani. És nem vagyok hajlandó, akkor jöjjenek az önkormányzathoz, vagy feltetetek egy 15.000 forintért egy csapot, az jó éjszakát, jöjjenek az önkormányzathoz, az gurítsák az asztalt.
De miért kell az asztalból, de nem az önkormányzatok kötelessége a egyéni nem fizetőknek a lyukait betömni, mert most nekem sem fizeti senkinek helyettem a elmaradó vízdíjat. Na, abban biztos legyek, Júlik, hogy én nem fogom az idős embereknek a... Végrehajtás vagy fizetésének ödeni. Milyen végrehajtás? Mit hajtasz végrelük a babunyka, azt nem tudta végrehajtani, ne legyél már te. Ráterhelik a lakására ennyi. És akkor attól még kifizeti az idős embereknek a vízi? Előbb-utóbb csak nem lesz az is. Persze, vállald el ezt az ügyet nekünk, jó? Ha meghatalmazol, elvállalod. Én hatalmazzalak meg. Te vagy a közös képviselő. Hát akkor ez egy problémakör, ami gyakorlatilag megoldásra vár. Tehát 2 héten belül meg fogjuk oldani ezt a kérdést. Köszönöm. De szerintem más társaság is van így. Megvizsgáljuk, milyen lehetőségünk van erre. Viszont a rendeltet pedig el kell, hogy fogadjuk, mert határidő február 28-a, tehát akkor gyakorlatilag kérem a testületet, hogy fogadja el a rendeletet azzal, hogy pótlást fogunk eszközölni ezzel kapcsolatosan az elkövetkező időben, hogy stimmeljen minden ezzel a rendelettel kapcsolatosan. Mégis lesz úgyis egy gyakorlat majd, amit a Humánügyek Bizottsága figyelemmel kísér, amikor egyes döntéseket majd meghozza, és akkor az alapján is lehet majd még pluszba módosítani rajta. Tehát ez most egy új szabályozás teljesen, ami a régihez képest tényleg teljesen újnak számít. Meg kell nézni azt, hogy hol szorul majd korrekció. Jó. Aki a rendeletet... Van kérdés valakivel, Zoli? Erre? Jó. Aki elfogadja a rendelet tervezetet, az kérem, kézfenntartással jelezze. Megállapítom, hogy megalkottuk a rendeletet, és majd a tapasztalatok alapján módosítani fogjuk, ami ebből a rendeletből kimaradt esetleg. Herendi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakörére kiírt pályázat kiírás módosítása. Akkor Jancsó Reszt. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület! A képviselőtestület 2015. február 3. ülésén írteti a Herendi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakörére a pályázati kiírást. Jóváhagyott pályázati kiírás szerint a benyújtási határidő 2015. február 28-a volt. A pályázati kiírást rögzítettük a közigállásnak a rendszerében, ahol végül is durván 4-5 napos átfutásra hagyták volna jóvá. A pályázat benyújtási megállapítottuk, hogy a határidő nem felel meg az kormányrendelet előírásainak, mivel legalább 30 napos pályázati határidőt ír elő követelményként. Itt ugye február 3-án lett jóváhagyva, és ahhoz képest nem lehetett február 28-án belül ugye tartani ezt a 30 napos határidőt. Emiatt elmaradt a közzététel, és kérjük most a képviselőtestületet, hogy a pályázatban szereplő határidőket módosítsa a képviselőtestület a beterjesztés szerint. Tehát itt határidőbeli változások lennének, és mellette egy pontosítás, a pályázati feltételeknél most úgy szerepel, hogy felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga. Itt a jogszabály szó szerint azt mondja, hogy felsőfokú iskolai végzettség, tehát a felsőfokú végzettség közé bekerül a felsőfokú iskolai, hogy pontosítsunk és mindenféle értést kizárjunk. Határozati javaslat. Herend város önkormányzat képviselőtestülete a határozat mellékletét képező művelődési ház és könyvtár igazgatói megbízásra vonatkozó pályázati kiírás szövegét jóvá hagyja. A képviselőtestület a beérkező pályázatok előzetes véleményezését végző bizottság tagjainak a Humánügyek Bizottság tagjaira válassza meg azzal, hogy a bizottság kiegészül egy országos szakmai szervezet által delegált taggal.
felelős a polgármester és a humán ügyek bizottságának határidő azonnal. Aki a határozatot elfogadja, ezt kérem készfenntartásra jelezze. Megállapítom, hogy egyhangúan elfogadta a képviselőtestület a határozati javaslatot. A 12. napirendi pontra térünk rá, javaslat a 2015 évi igazgatási szünet elrendelésére. Kérem akkor. Tisztelt képviselőtestület, a közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működésének egyik elengedhetetlen feltétele a foglalkoztatottakat megillető szabadság kiadásának ütemezése. Az előterjesztés két irányú vonatkozik egyszer az igazgatási szünetre, ami annyit jelentene, hogy a Herendi Polgármesteri Hivatal munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2015. július 27 napjától augusztus 10 napjáig, a téli igazgatási szünet 2015. december 23 napjától 2016. január 3 napjáig tartana. Az általánostól eltérő munkaidőbeosztás pedig úgy alakulna, hogy 2015. augusztus 7-e péntek munkaidő 7.30-tól 16 óráig, az ügyfélfogadási rend reggel 8-tól 16 óráig tartana, 2015. december 11 péntek munkaidő 7.30-tól 16 óráig, ügyfélfogadási rend 8 órától 16 óráig tartana. Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el. Aki egyetért, azt kérem készfenntartásra jelezze. Megállapítani a képviselőtestület egyhangulag elfogadta a határozati javaslatot. Következő napirendi pontunk. A tanyagondnoki szolgált szakmai programja, tanyagondnoki álláspályázat. A képviselőtestület 2015. február 4. ülésén döntött arról, hogy létrehozza a tanyagondnoki szolgálatot, és rendelkezett a szükséges feladatok elvégzéséről. Elrendelte, hogy készítsük el a működési engedélykérelmezett tanyagondnoki szolgált szakmai programját, valamint a tanyagondnoki állásra vonatkozó pályázati kiírást. A tanyagondnoki szolgált szakmai programjának elkészítésére vonatkozó szabályokat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000 első hónap 7-i rendelet ír elő. A szociális szolgáltató intézmény szakmai programjának az időszakos férőhely engedélyezésére iránti kérelmehez csatolt szakmai program kivételével tartalmaznia kell a szolgáltatás célját, feladatát, így különösen a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatás elemek tevékenységek leírását, a másik intézményekkel történő együttműködés módját, az ellátó célcsoport jellemzőit, a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát, az ellátás igénybevételének módját, a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját, az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat. A szakmai programhoz mellékelni kell a megállapodások tervezetét, a szociális törvény 94/C második paragrafus második bekezdés szerinti kivételekkel. A szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény esetében a házi rend tervezetét, már működő intézmény esetén a házi rendet, a szervezet és működési szabályzatot, annak tervezetét, a rendelet előírását figyelembe véve kiegészítettük a szakmai programot. A szakmai programból meghatározásra kerültek az ellátandó feladatok, közvetlen személyre
személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak és a kiegészítő feladatnak minősülő szolgáltatások, és a kiegészítendő feladatnak minősülő szolgáltatások, valamint az önkormányzati feladatok megoldását, ellátásának tartalma, módja, igénybevevők köre, feladatellátás rendszeressége. A bemutatásra kerül a település külterületi lakott település rész demográfiai, szociális és egyéb jellemzői. Tájékoztatással igénybevevők, a tanyagondok jogainak védelmével kapcsolatos szabályok, meghatározásra kerültek a szolgáltatás személy és tárgyi feltételei. A szervezeti és működési szabályzat tartalmára vonatkozó előírásokat ugyancsak ez a rendelet tartalmazza. Az 5b paragrafus a szervezeti működési szabályzata tartalmazza az intézmény szervezeti felépítésének leírását, a szervezeti ábrát. Több személyes gondoskodási forma egy szervezet keretébe történő megszervezése esetén a szervezeti formát, a belső szervezeti tagozódást, a szervezeti egységek megnevezését és feladatkörét, a szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítésének a rendjét, az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdéseket, ideértve a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét, amennyiben a szociális szolgáltató intézmény a költségvetési szervekre külön jogszabályba előírt tartalmi elemeket, a költségvetési szervek működési szabályzatának tartalmára vonatkozó előírásokat, az államháztartásról szóló 368/2011, 12.31 kormányrendelet 13. paragrafusa tartalmazza. A tanyagondnoki szolgált SMS tervezetét a fenti előírások szerint állítottuk össze, tartalmazza a szervezeti felépítést, a szervezeti ábrát, a tanyagondok feladatait, az együttműködés rendjét, a helyettesítés megoldását, az ellátás igénybevételére, a szolgálati irányítására vonatkozó szabályokat. Előkészítettük a tanyagondoki állás betöltésére vonatkozó álláspályázatot, amelyet a közigazgatás ágazati portálon és az önkormányzat honlapján teszünk közzé. Az állás 2015. április 1-én napjától lesz betölthető 3 hónap próbaidő kitöltésével. A pályázati feltételként a középfokú végzettséget írtuk elő, valamint B-kategóriás jogosítványt, mivel 9 személyes kis busz áll a tanyagondoki szolgálat rendelkezésére. Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a tanyagondoki szolgálat szakmai programját és a tanyagondoki álláspályázatot megtárgyalni szíveskedjék. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése? Én csak annyi kiegészítést tennék hozzá, hogy ahhoz, hogy a Nemzeti Rehabilitációs Hivataltól előzetes szakhatósági hozzájárulást kapjunk, és nyilatkozzanak arról, hogy tényleg ez államilag támogatott lesz-e, szükség van ennek a programnak a jóváhagyására, mert anélkül nem lehet benyújtani. Úgyhogy, ha a képviselőtestület jóváhagyja, akkor benyújtásra kerül. A pályázati kiírás pedig egy picit óvatos feltételes, mert abban az esetben, hogyha nem pozitív tartalmú, tehát állami finanszírozás nincs rá, abban az esetben ugye arról rendelkezik, hogy a polgármester felhatalmazást kap arra, hogy mellőzze a közzététet. Tehát akkor a határozati javaslatokat felolvasnám. Erendváros önkormányzat képviselőtestülete határozat mellékletét képező tanyagondoki szolgálat szakmai programját jóváhagyja, felelős a polgármester, határidő azonnal. Kérem szavazni ezzel kapcsolatosan. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangon elfogadta a határozati javaslatot. A következő Herendváros önkormányzat képviselőtestülete határozat mellékletét képező tanyagondoki állásra vonatkozó pályázati kiírás szövegét jóvá hagyja azzal,
hogy a közzétételről a polgármester csak abban az esetben gondoskodjon, hogyha a tanyagondnoki szolgálat állami finanszírozásból fenntartható. Aki ezzel egyetért, azt kérem kész fenntartással jelezze. Tehát megállapítani a képviselőtestvért ezzel a kiegészítéssel elfogadta ezt a határozatot is. Tehát van-e még valakinek közérdekű bejelentése? Nekem lenne egy. Egy levelet kaptunk az egyik bizottsági tagunktól, alulírott Bányai István, Herend, Kossuth út 152 szám alatti lakos, egészségi állapotomra tekintettel lemondok Herendváros önkormányzat ifjúsági és sportbizottságba betöltött bizottsági tagi tisztségemről 2015. február 28-ai hatállyal. Kérem lemondásom szíves tudomásul vételét. Tehát, hogy? Tudomásul vételről köszönöm. Ja. Tehát akkor ezzel kapcsolatosan ugye a tudomásul vételről szavazni kell, tehát kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy vegye tudomásul a lemondást, és készfenntartással szavazzon a tudomásul vételről. Megállapítani a testet egy hangot tudomásul vette. Egyébként a bizottság határozatképes, amennyivel mind a két tag jelen van az üléseken, és gondoskodni fogunk a pótlásról. Tehát tárgyalások folynak már ezzel kapcsolatosan. Van-e még valakinek bejelenteni valója? Amennyiben nincs, akkor a mai ülésünket bezárom. Köszönöm a részvételt.